Megkapta a legjobb női mellékszereplőnek járó díjat a Bukarestben rendezett Uniter gálán Berekméri Katalin, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának művésze. Labanc Klára díszlettervezőt életműdíjjal tüntették ki. A Romániai Színházi Egyesület az Uniter minden évben az ország területén színpadra állított produkciókban résztvevő legjobb alkotókat díjazza. A belföldön legnagyobb presztízsű elismerésben az idén a marosvásárhelyi Berekméri Katalin részesült a legjobb női mellékszereplő kategóriában. A zsűri az Ördög próbája című előadásban nyújtott alakítását tartotta méltónak az elismerésre. A díjazott elmondta, az előadás sikere kollektív munka eredménye volt. Az előadásból bármelyik kollégát jelölhették volna, így ezt a díjat a társulaténak tekinti. Néhány éve nagyon sokat dolgoztunk, és igyekeztünk jól dolgozni, és talán erre odafigyeltek, vagy biztosan erre odafigyeltek. Én valahogy ezt így könyvelem el magamban, ezt a díjat, és egyáltalán nem is, tényleg, hogy elmondtam, mikor megköszöntem a díjat, nem is gondolom azt, hogy ez egy egyéni díj. Életműdíjjal ismerték el az Uniter gálán a tordai díszlettervező Labanc Klára munkásságát is, aki szülővárosában kezdte pályafutását, de sokat dolgozott Bukarestben és az ország számos más színpadán. Visszatérő díszlettervezője a Marosvásárhelyi Színház mindkét társulatának. A Tompa Miklós társulattal legutóbb az Ajtó című előadásban vállalt szerepet, de dolgozott a kolozsvári, szatmárnémeti, csíkszeredai magyar társulatokkal is. Labanc Klára elmondta, sokszor hetekig volt kénytelen nélkülözni a családját, de lemondások nélkül nem lehet művelni ezt a szakmát. A karrierem elején, mikor megkérdeztem egy értékes rendezőt, Aurelio Mánát, hogy mi a véleménye, én meg fogom állni a sarat a színház terén? És azt mondta, természetes, hogy igen, ettől nem kell féljél, és kérdeztem, hogy ezt miből gondolod, és azt mondta, azért, mert szeretsz játszani. A színház egy játék. Hozzátette, egyáltalán nem számított erre az elismerésre, de a karrierje csúcspontjának tartja, ugyanis a kollégák a szakma részéről érkezett.